Vigyáz, egy, kettő, start! Kicsit vegyesen, de úgy tűnik, hogy azért elindul a koppánydíj, és ami a lényeg, hogy hiba nélkül kezdett azért az egész mezőny. Nagyon-nagyon e, jó jött ki a lépés Elizabeth Bosznak, a legkevésbé talán full speed, járt jól az indításnál, éről sem volt eddig legalábbis probléma, de nagyon-nagyon sűrű jelenleg ott a front, vezet Eposz mellette mögötte Fortuna víz színei tűnnek volna, Allegro, Barbaro, aztán pedig Eperk, és hát Elizabeth sebességgel viharsebességgel kezdett, ennek megfelelően már ott van a közeli ötödik pozícióban Mázsittyal. Tovább is az a helyzet szerencsére, hogy hiba nélkül mindenki. Van azért az első és az utolsó között 40-50 méter, mert igyekeznek zárkózni a hátsó kis Despacito CR7 full speed jelenleg a sereghajtók. Ami a frontot illeti, gyorsítottak az élen lévők, ugye két jó eséllyel induló lóról van szó, szóval Apostle és Fortuna víről, úgyhogy picit még jobban megrántják a csapatot. Rendületlenül zárkózik Elizabeth Boss, ott van most már a harmadik helyen Allegro Bárbárót előzve, Eperke csúszik visszafelé, Fullspeed pedig menet közben kiszállt egy hiba révén ebből a futamból. Így igaz, ő hibázott, miközben azt látjuk, hogy Eposz, illetőleg Fortuna Will vannak az élen, ketten gyilkolják egymást, hát itt a kanyarban egészen biztos, hogy nem tud Fortuna Will úgy előre menni, hogy le tudjon csukni a vezető lónak. Harmadik pozícióban pedig ott van Elizabeth Boss, majd pedig Allegro Barbaro, illetőleg Eperka Eccelenza igyekszik. Hát azért igencsak szétszakadt most a mezőny, ez elmondható. Tehát azért a hátul ügető versenyzők már komoly bajban vannak mivel az elején nem szűnik meg a csapásszám, ugyanolyan erősnek tűnik a kívül jövő Fortuna Will, illetőleg a belül ügető no és természetesen Elizabeth Voss. Tehát a három legnagyobb sansz vívja a küzdelmet, a csatát, a győzelemért. Nagyon szoros befutó lehet még ebből. A legelőnyösebb pozíció úgy tűnik, hogy Eposzé. Halóban teljes mértékben szétszakad a mezőny, a vezető trió borzalmasan közel egymáshoz. Eposz vezet végig a startó keze Fortuna V társaságában, mögöttük azonban szélárnyékban, takarásban, támadásra várva jön Elizabeth Boss, és a befutóra fordulva indíthatja majd el a támadását. Vejkó itt négy éves Elizabeth Boss most már lendületben, és Elizabeth Boss úgy tűnik, hogy elsétál az utolsó 200 méterre érve a két ellenfél mellett. Fortuna V nem nagyon tud jönni a végén, bár Eposz sem, ők harcolnak a második díjért, Elizabeth Boss pedig sétálva nyeri a koppány díjat, megvan pályafutása, a negyedik sikere, Elizabeth Boss mögött Eposz lesz majd a második Fortuna Will a harmadik, a negyedik helyre érkezik majd meg Eccelenza, a ötödik Eperke, CR7, Despacito, Allegro, Barbaro, a további sorrend.